Több ilyen hatalmas konténer telt meg a 87-es elkerülő út mentén felszámolt illegális hulladéklerakónál. Szombathely önkormányzata sikeres belügyminisztériumi pályázatának köszönhetően a város közigazgatási területén 11 helyszínt mentesítenek a szeméttől. Bútormaradványok, kommunális hulladék, PET palackok tömkelege került elő a bozót rejtekéből. Gépekkel és kézi erővel is gyűjtötték a szemetet a Szomhúj munkatársai, hogy az ne csúfítsa és ne szennyezze a környezetet. A Tisztítsuk meg az országot program támogatásával Szombathelyen február végéig számolják fel a kiválasztott régi problémát jelentő lerakókat.